Elérkeztünk az év végéhez, tudjuk, hogy milyen évet zárunk, lassan ez a 2020 tulajdonképpen ez egyben a vírushelyzet értelmében egy átírodott év volt. Sok mindenki látta, hogy január 1-e, amikor nekiugrott a sportolói gondolatainak, nem erre, ezzel a végeredménye számolt, amit most itt 20-as évben zárhatunk. Ennek ellenére mégis kiemelkedő sportolói eredményekről tudnak beszámolni. Így kezdődött a dombóvári fiatal sportolók elismerő ünnepsége a helyi művelődési házban. A dombóvári önkormányzat oklevelet és ajándékcsomagot adott át azoknak a fiatal versenyzőknek, akik a város sport életében fontos szerepet töltenek be. Első körben a labdajátékokban és a küzdő sportokban jeleskedő 8 versenyző kapott jutalmat. A kitüntetettek között volt Halmai Dániel, a 13-szoros válogatott kosárlabdázó is. Kosárlabdázok körülbelül 11 éve, és hát már óviskoromban is jártam óvikosárra, majd aztán egy táborba kezdtem, és hát szerettem meg ezt a sportot, és azóta űzöm. A küzdősport kategóriában az egyik kiemelt sportoló Kovács Adrienne Kira volt, aki 6 éve kezdett karatézni. Már mondhatom azt, hogy 5-szörös világbajnok vagyok, többször is megnyertem Európa-bajnokságot, országos bajnokságot, volt szerencsém már diákolimpián is nyerni, meg ugye kisebb versenyeken is szerepelni. Betartva a járványügyi intézkedéseket, 3 turnusban történt meg az elismerések kiosztása. Második körben 8 úszót, harmadik körben pedig 7 az atlétikában és 5 tusában jeleskedő sportolót díjaztak. Tárnok Zoltán dombóvárváros sportreferense elmondta, hogy a versenyzők mögött is nehéz év van, de örül neki, hogy többen a Covid-járvány okozta hátrányból előnyt tudtak kovácsolni. A különböző szakosztályok edzői terjeszthették fel a díjra a sportolóikat, és az idén minden jelöltet jutalmazott az önkormányzat. Pintér Szilárd polgármester elmondta, ez szakmai kérdés, és az edzők véleménye a legfontosabb ezen a téren. A díjátadó az idei nehéz év elismerő lezárása lehet a sportolóknak. Nem szeretjük volna azt, hogy sok dolog köteles a sútba menjen, és ne legyen elismerve a teljesítményük. Hiszen, hogy ez a teljesítmény erőn felül volt, ebben a helyzetben sokkal többet kellett tenniük azért, hogy helyet tudjanak állni. Ez az év tele volt kihívásokkal, a fiatalok megléptek egy lépcsőfokot, és óvatatlanul is itt volt az ideje, hogy karácsony előtt gratuláljunk nekik. A polgármester elmondta, hogy nagy segítség lesz majd a helyi és a környéken élő sportolóknak a Dombóváron épülő új térségi sportkomplexum, aminek alapkövét a tervek szerint jövő nyáron már le is tehetik.